A Mi Hazánk mozgalom szerint azonnali lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a magyar utakon magyar sofőröket lássunk a tehergépjármű volánja mögött, és ne pedig indiai kamionsofőröket, amiről ugyebár hallani lehetett. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy olvashattuk a hírekben, hogy már a B-kategóriás jogosítványra jelentkezők száma is jelentősen megcsappant, annak köszönhetően, hogy annak összege, a tanfolyam összege elérheti akár az 500 ezer forintot is, viszont a tehergépjármű tanfolyam és a buszsofőr tanfolyamokra jelentkezők is jelentősen csökkentek. Egy év alatt legalább 90%-ot, ami brutális szám. És a kormány miután tágra nyitotta az ország kapuit a harmadik világbéli munkavállalók előtt, különböző cégek sajnos élni is akarnak ezzel a lehetőséggel, bár ugye a munkaerőhiány miatt kicsit kényszerhelyzetben is vannak, és van, akik már toboroznak indiai női kamionsofőröket Magyarországra, és azt állítják, hogy ha sikeres lesz a projekt, akkor a következő 5 évben 800 indiai kamionsofőr érkezhet Magyarországra. A Mi Hazánk mozgalom viszont azt szeretné, hogyha a magyar sofőröknek tudnánk adni tisztességes fizetéseket, és ehhez viszont elengedhetetlenül fontos, hogy egyáltalán legyenek magyarok, akik jelentkeznek ezekre a képzésekre. Ezért a Mi Hazánk szorgalmazza a kormány felé, hogy gondoljon át egyfajta támogatási rendszert, amelyik mérsékelné a költségeket, így újra magyarok jelentkezhetnének buszsofőrnek vagy tehergépjármű sofőrnek, mert jelen helyzetben azt kell látni, hogy a kormány így szembe megy a korábbi migráció ellenes nézeteivel és intézkedéseivel, és mielőtt valaki azzal érvelne, hogy de hát ők csak dolgozni jönnek ide, ez nem hasonlítható össze azzal, ami például 2015 óta történt, annak azt tudjuk mondani, hogy valóban ők még dolgozni jönnek ide, de rá kell mutatni, hogy Nyugat-Európában is így kezdődött, mert a 2015-ös migrációs válság csak egyfajta csúcsa volt egy folyamatnak. Például Németországban már a 60-as, 70-es években érkeztek török vendégmunkások, és nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan működött az az elv, hogy de hát ők csak dolgozni jönnek ide. Egyrészt városnegyedeket uralnak már, és az a tapasztalat, hogy az első generáció valóban még úgy, ahogy dolgozott, a második többnyire már segélyből ért, a harmadik pedig inkább bűnözésből. Úgyhogy ez nem érv az ellen, hogy a migráció mellé soroljuk ezt a jelenséget is, és a Mi Hazánk ezt csirájában szeretné elfolytani.